Immár hagyomány, hogy kiállítással veszi kezdetét az ünnepi hét programja. Az Ovi Galériában ezúttal Pintér Ferencné, quilling, azaz papírcsík technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. 2012 nyarán kaptam a kislányomtól hozzá az eszközöket, és magát a quilling papírt, hogy én ezzel majd biztosan tudok kezdeni valamit. Ekkor még semmit nem tudtam róla, és akkor innentől kezdve kezdtem el kutatni a neten, oktató videókat néztem, leírásokat néztem, és akkor így kezdtem el apránként. A kiállítás megnyitón az óvoda Süni nagy csoportosai adtak műsort. Verses, zenés számokkal igazi ünnepi hangulatot varázsoltak az intézménybe. Azt gondolom, hogy az adventi időszak minden ember életében fontos, ugyanígy az óvodások életében is, és a mi életünkben is. És már december elején, november végén minden csoportunkban elkészítjük az adventi koszorút, meggyújtjuk minden hétvégén vagy hétfőn az adventi gyertyákat, közösen készülődünk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. A Rozgonyi Óvoda program sorozata szerdán, Barkács délutánnal folytatódik, ahol a családtagokkal közösen ismerkedhetnek a gyermekek, többek között a quilling technikával is.